A 18. század közepén érkezett a Kárpát-medencébe az a német származású népcsoport, aki kemény munkával teremtette meg az élet feltételeit itt Észak-Magyarországon, mondta Hauser Zoltán, az egri főiskola rektora, aki maga is Károlyfalván nőtt fel. Nem jó kedvükből települtek át a Kárpát-medencébe és Magyarországra, hanem kihasználtak egy lehetőséget. És ez a lehetőség adatott nekik, hogy hát tulajdonképpen az egyik legtávolabbi részére az országnak kerültek, hiszen a többség a sváboknak a Duna mentén van letelepedve. Igaz, hogy ők a udvari betelepülés során jöttek Magyarországra is 30 évvel ezelőtt. Tehát amit ők itt találtak, az egy lehetőség volt és egy adottság. Kevéske föld és kijelölt terület, hogy hol lehet megépíteni az új falut, amiben lakni fognak. Ez úgy igaz Károlyfalvára, mint Herczegútra. Majdnem, hogy némi személyes dologgal a kezükben, vagy a hátukon megérkeztek erre a vidékre, és hogy ezt teremtették, az önmagában egy olyan érték, amire több, mint emlékezni kell. Ebből meríteni lehet erőt, hogy mi az, hogy összefogás, mi az, hogy a sorsunkat a saját kezünkbe vegyük, mi az, hogy teremteni értéket, és hinni abban, hogy van jelen, élhető jelen, és van értelme dolgozni a jövőjére. Az ősök, illetve az őshaza felkutatása több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdődött. Valamikor 1998-ban kezdődött, amikor megjelent az első Herczegút történetéről szóló könyv, és abban már utalásokat tett a szerző arról, hogy honnan is érkeztek az elődeink, de pontos helymeghatározás nem történt. És akkor döntöttünk egyik barátommal, aki sajnos már nincs az élők sorában, hogy ennek utána fogunk járni. Az úgynevezett sváb alpokból érkezett emlékkő elsősorban az ősök szülőföldjének egy darabját hivatott szimbolizálni. Emellett a közösség életében számos más dolgot is jelent. Lehet az összefogás jele is, hiszen őseink, amikor idejöttek, nem kész lehetőséget kaptak, hanem saját maguknak kellett kialakítani a lakást, otthont, környezetet, templomot építettek. Lehet a mi számunkra is jelképezheti azt, hogy a település fejlesztését, fejlődését és a további életet csak összefogással, összetartozással tudjuk megvalósítani. Nemzetiségi identitás az a mai napig él, tehát mindannyiunkban megvan az a tudat, hogy ugye a Fekete Erdőből jöttek őseink, és a közösség pedig egyre jobban összekovácsolódik az elmúlt időszakban. Tehát a közös rendezvények, az ilyen kis közös ünnepségek, ezek mind erősítik ezt a kis közösséget, ami még itt létezik. Meghatározó az itt élő embereknek az életébe az, hogy összefognak, hogy együtt vannak, hogy egy közösséget alkotnak, mindenféleképpen, mert így tudják egymást erősíteni. Ugyanis akik szólóban vannak, akár most azt mondjuk emberekként is más-más feladatokkal ellátva, abban az esetben elvesznek. De mikor egy közösségben azonos elvet vallanak, azok is erősek. Mi legalább olyan erősek vagyunk a német kisebbsége hagyományok ápolásában. Az emlékkövet ünnepélyes keretek között avatták fel, amelyet Károlyfalván, a katolikus templom kertjében bárki megtekinthet.